Isten tisztelettel kezdődött, majd ünnepi közgyűléssel folytatódott a győri evangélikus sziget átadása. A Magyarország kormánya segítségével megvalósuló beruházás keretében többek között megújult az óvoda és az iskola épülete, a diákok új tornacsarnokot kaptak, az udvar új játékokat és padokat kapott, az öreg templom is teljes felújításon esett át. Szemerei János, a nyugati egyházkerület püspöke köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy az Inzula Luterána méltó módon újulhatott meg. Amikor egy ilyen nagy és nagyon fontos közszolgálatot is ellátó épület együttes, mint az Inzula Luterána kiemelt állami támogatás keretében megújulhatott, valóban úgy vagyunk vele, hogy kellőképpen felfogni sem tudjuk. És én azt tudom mondani, miközben egyházunk részéről köszönetet mondunk ezért a magyar kormánynak a kitüntetett figyelemért, a nyújtott támogatásért, azért az elkötelezettségért, amely az egyházi munka értékes munkaként támogatásban részesülhet Magyarországon. Az eseményen részt vett Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki azt mondta, az önkormányzat és az országgyűlési képviselők is sokat tesznek Győrben a gyülekezetek működéséért. A magyar kormány részéről nyilván van egy közös elhatározás, képviselőtársaink városvezetése részéről van egy közös elhatározás, hogy a kereszténységet megőrizzük és segítjük. Kötelezővé nem tudjuk tenni, nem is akarjuk. Lehetőséget kínáljunk fel az egyházainkon keresztül, hogy támogatásokon keresztül segítsék az embereket. Valaki elfogadja, valaki nem. De mégis aki elfogadja, az tovább szolgálja a többieket. Azokat is, akik nem fogadják el, adott esetben a fölkínált lehetőséget egy nagyon komoly és nagyon fontos életkövetésére. Kara Ákos országgyűlési képviselő fáradhatatlan munkája segítette azt, hogy az evangélikus sziget teljes egészében megújulhatott. A fejlesztés kezdeményezője úgy fogalmazott, nehéz volt a felújítás időszaka, de megért minden fáradtságot. Ünnepről van szó, itt megújultak a infrastruktúrális feltételek. Új iskolaépület készült, a régi iskolaépület felújításra került, új óvoda készült, új tornaterem készült, ott volna lehet a levéltár, a hitéleket szolgáló konvent is megújulhatott, és a gyerektemplom környezete, udvar a gyerektemplom mellett található udvarok is szépen felújításra kerültek. Köszönjük szépen a magyar kormánynak, felsorolni nem tudom az összes miniszter és államtitkár nevét, akivel az elmúlt sok esztendőben közösen dolgoztunk, de szeretném kiemelni valamintól, mert Lázár János miniszter urat. Győrváros nevében dr. Fekete Dávid alpolgármester köszöntötte az Inzula Luterána megújulását. Ha van hitünk, akkor tényleg csodálatos dolgokra vagyunk képesek, és hol máshol lenne ez, mint Újvárosban, ahol öt felekezet temploma van egy utcában, kvázi egymás mellett, amire aztán az elmúlt időszakban egy csodálatos kulturális kezdeményezés is épül, az Öt Templom Fesztivál, és most is zajlik ugye az Öt Templom Advent rendezvénysorozat. Itt Újvárosban tehát büszkék lehetünk arra, hogy városi, kormányzati, egyházi összefogással egy csodát tudtunk megvalósítani. De természetesen nagyon fontos számunkra, hogy ezt a folyamatot tudjuk folytatni a következő időszakban. Dr. Dézsi Csaba András, a Református Egyház presbitere hangsúlyozta, az egyházak testvérek és segítik egymást, amikor és amiben kell. Természetes, hogy egymást figyelve, segítve, támogatva élünk a hétköznapokban, és egymás örömeit megélve ünnepelünk az ünnepnapot. Nem azt mutatjuk, ami szétválaszt, hanem azt keressük, ami összeköt bennünket. Őseink öröksége ez, akik egymás szomszédságában megépítették ezeket a templomokat, és mi igyekszünk tovább haladni az ő nyomdokainkon. Végezetül Csorba János igazgató lelkész fejezte ki köszönetét, és elmondta, az evangélikus sziget falai sok mindenről tudnának mesélni. A felújítási és bővítési munkálat ugyan 2018-ban már befejeződtek, az ünnepre alkalmas időpontot keresve arra jutottunk, hogy mi sem lenne erre alkalmasabb, mint advent első vasárnapja, templomunk felszentelésének az emléknapja, ami 1785-ben advent első vasárnapjára esett, így ez az ünnep ma van megtartva.
Azóta eltelt 234 év, és ez alatt sokan sokféleképpen próbálták megfogalmazni az Inzula Luterána maga nemében egyedülálló voltát. Erős vár a mi Istenünk, köszöntik egymást az evangélikusok, most az Inzula Luterána is erős lett, és teljesen megújulva nyitva áll, nem csak a gyülekezet tagjai előtt.